neked sok bánat. Öröm, adő, megköszönöm. Régi szerelmet ért, sírni ugyan mit ért. Mindent, mindent, ha el, előre kezdek el. Nem, nem és nem. Nem, nem bánok semmit sem. Akár imádtam Chaplin, minden filmjét legalább 10-szer megnéztem, aztán leloptam a dolgokat. Igen, az anyám is énekesnő volt, de még nem voltam 2 éves, amikor lelépett. Attól kezdve apámmal ketten jártuk az utcákat, mint vándor mutatványosok. Én énekelgettem, a papa meg mindenféle trükköket teszelt ki. Na, hogy ez mit jelent, azt azóta sem tudom, de általában én voltam benne lélek, a papa meg a kutya. Néha megfordítva. Mikor vége volt a játéknak, körbe mentem egy kis tányérkával, és hogyha nem volt benne elég az apró, akkor a papa bedobta a következő trükköt. Óriási szenzáció! Most pedig a kislány halálugrást mutat be önöknek. Kérem, adakozzanak! Megint körbe mentem a tányérkával, és amikor már volt benne elég apró, papa elkapta a karomat, aztán futás. Na persze, tömegordított. Követelték a halálugrást. A papa meg teljes meggyőződéssel ordított vissza. Miért érzelnek maguk? Mi? Mit akarnak ettől a vészna gyerektől? Hát bele is halhat egy ilyen ugrásba. Itt meg különben sincsen elég hely. Jöjjenek már a jövő héten. Hogy osztuk meg belés nélkül? Fogalmam nincs. De ebben az időszakban egyszerűen meg is akartak venni. Igen, oda jött egy házaspár, és egy 1000 frankos csekket ajánlott a papának, hogyha átengedi a nevelésemet. Na, azt látták volna. A papa annyira ordított, hogy egész kék lett. Mit képzelnek maguk, nem? Lehet, hogy egy utolsó mocskos csavargó vagyok, de a gyerekemet azt nem adom. Gyereket akarnak, hogy csináljanak maguknak, nem olyan nehéz áll. Ott álltam tápott szájjal, annyira meg voltam hatva. Mire kaptam egy rettenetes nagy pofont? Mit tátod itten a szádat, mi? Éppen most kerültél 1000 frankomba. Igazán tanulhatnám már valami normálisabb munkát is. És akkor tanultam. Yeah.
Mondjuk aki ismer, azt tudja, hogy nem igen szoktam én válogatni a szakkifejezések között. De igen, röviden elküldtem melegebb éghajlatra. De nagyon kedvesen mosolyogott, és átültünk a névjegyét, majd közölte velem, hogy ő Louis Leblé, a párizsi Zsörvész kabaré igazgatója, és hogy másodultán vár engem meghallgatásra. Hát mondjuk én nem vagyok ijedős, nem vagyok. Nem volt se ruhám, se cipő, még egy darab szappanom sem volt, hogy megmosakodjak. Aztán mi van, hogyha nem is csak a meghallgatásról van szó, ugye? Azért elmentem, még a pulóverem se lett kész, amit a barátnőm éppen erre az alkalomra kötött. Fél ujjam volt. Oda mentem, énekeltem, nagyon kiröhögtek, de örültek. És onnantól kezdve minden egyes este énekelhettem a párizsi Zsörvész kabaré színpadán. Elképesztően gazdag lettem, de valahogy így a zsebemben soha nem volt egyetlen rajtát sem. Igen. Mert a haverjaim mindig gondoskodtak róla, hogy legyen helye a pénzemnek. Ők lopták a pénzemet, én meg loptam a tagokat. Nem minden, de azért bizony akadt rá példa. Egyszer elküldtek egy zongoristához, hogy válaszok az annak új számot. Hát elég igényes vagyok, úgyhogy sokáig válogattam, de valahogy egy is se tetszett. És akkor bejött egy nagyon elegáns énekesnő, letette egy bottát és elkezdett gyakorolni. Ó, mondom, hát ez meg az én számom. Kértem az zongoristát, hogy adja oda a bottát, de hol van is akart róla. Úgyhogy akkor elvettem. Persze csak kölcsön. Kedves szennyi arcom, szemem nincs a sziklán szó.
előadni egy számot, hogy hogy kell egy koncertre felöltözni, meg hát olyasmikre is, hogy a kés meg a villát nem azért teszik olyan közel az asztal széléhez, hogy tudja benne elcsórni, hanem hogy azzal kell zabálni. Végül is mindent meg lehet szokni, nem? Egyszer elmentünk egy nagyon elegáns étterembe. Jött a pincér, kihozott egy ilyen marha nagy ezüst küblit tele vízzel. Hát mondjuk én nem vagyok a víznek nagy barátja, de azért hősért sem megittam. De az a tetű pincér oldalba bekötött. Na az meg a kézmosó víz volt, te hülye. Hirtelen nem tudtam más mondani, csak hogy akkor meg miért loptad el mellőle a szappanyt, I'm
Hogy szám
Kitűnő sanzon szerző. Már egyetlen bárba nem akartat leszerződtetni, amikor jött Réman és írt néhány csodálatos sanzon. És nekem adta az éneklés kizárólagos jogát. Így aztán a bárba tulajdonosok kénytelenek voltak visszaszerződtetni a műsorokba. Csak hogy kitört a háború. Rémannak be kellett vonulnia. Én megint egyedül maradtam. Jelentkeztem a németeknél, hogy énekelnék a hadifogoly táborokba. Valahogy megengedték. És én ott álltam. Velem szemben a honfitársaim géppisztolyosok sorfala között. Borzalmas volt. Valahogy mindenáról segíteni akartam. Hamis iratokat, fényképeket, útleveleket csempésztem. De 43 után már nem engedtek engem sem. Akkor segélykoncerteket szerveztünk a hadi átvágjára. Nem volt éppen veszélytelen időszak, de azt hiszem, hogy akkoriban boldog voltam. Yeah.
Oh.
jobban verjeljük, hogy kihasználják a világ fájdalmamat. Egyszer rábeszéltek, hogy szerezzek egy ilyen kis kerekasztalt. Hoztak egy úgynevezett médiumot, akkor beszélgethessek a kedvesebben, amikor csak akarok. Körbeültük az asztalat, és elég sokára vettem észre, hogy az én kedvesem egyre követelőzőbb. Adja mellette Dürrolannak 500 frankot. Simonnak gyermeknevelési problémái vannak, adj neki 1000 frankot. Mire rájöttem, hogy átvernek, nem volt egy vasam sem. Később megismerkedtem egy pasival, nagyon beteg volt. Volt két kislánya, azokat neveltettem. Ő neki aztán, amikor fölépült, munkát szereztem, elutazott, majd 10 nap múlva kaptam egy telefont. Találtam nálad szebbet, jobbat, fiatalabbat. Én rám többé ne számíts. És mit csak annyit sem mondod, hogy köszönöm. Thank you.
És egyáltalán nem érdekel.